Jó reggelt kívánok, sziasztok! Vagy hát éppen amikor nézitek, olyan napszaknak kívánok, jó? Hát így a környék, amit most itt látni fogtok, előre láthatólag, abban semmi izgalmas nincsen, igazából már láttátok egyszer. Hetedik kerület lövöldetér és Soroksár viszonylata következzék. De hát itt most nem is annyira az úton a lényeg, hanem a mondókám. Ugye nyilván tapasztaltátok, hogy hogy mostanában nincsenek ilyen reggeli produkciók. Hát ez ennek az oka, hogy körülbelül egy olyan 3 hete egyéb okoknál fogva nem tudok ilyen reggeli videókat csinálni, úgyhogy átmenetileg ilyen vezetős dolgokat produkálok, amíg úton vagyok. Meg hát nyilván észrevettétek azt is, hogy elég kevés közlekedéses videó van az utóbbi időben. Hát ennek egyrészt a szélsőséges időjárás az oka, de ez a kisebbik ok, hanem ilyen egészségügyi okok, meg mit tudom én, szóval ugye iskolai, óvodai évvége, rengeteg teendőnk van, gyakorlatilag reggeltől estig úton vagyunk, rohanunk ide-oda-amoda, úgyhogy kés csoda, hogy egyáltalán valamit össze tudok fabrikálni, mint múltkor a 3-as villamos, 17-es villamosra. Meg aztán, ugye amiről nem tettem most említést, de most ott eszembe, hogy igazából ugye a közlekedéses videóknak az elmaradozás az utóbbi időben azért az nem teljesen véletlenszerű dolog, és nem azért van, mert én nem szeretném csinálni, vagy már nincs kedvem hozzá, vagy tudom is én, tehát ilyen furmányos okok, szóval nem erről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy hát megint kigezték a csatornámat, és hát ennek a rövid sztoria az annyi, hogy a bizonyára láttátok, aki legalábbis ugye ennek követi a csatornámat, az láthatta a május 1-én elkövetett hibámat, hogy nosztalgia járatoztam a 79-es vonalán, nosztalgia trollival. Hát ezt sajnos azt kell mondjam, hogy ugye amit már mondtam egyszer, hogy ez elég nagy hiba volt. És nem akarok én most itt nevekre kitérni, meg ilyen mindenre kiterjedő információkra. Egy a lényeg, hogy megtalált egy illető. Mindegy, hogy ki igazából. Én nem pocskondriázok senkit úgy egyébként. És hát belekötöttek a csatornámba, hogy én személyiségi jogokat sértek. Megint előjött ez a baromság, hogy személyiségi jogokat sértek, meg hogy nem ezt beszéltük meg, mit tudom én, hogy nem teszem közzé, meg így, meg úgy, meg amúgy, meg hogy miért tettem közzé, meg hogy én feljelentgetek. Na most, én őszinte leszek, skacok, én valóban írtam egy levelet a BKK-nak, a május 1-én a nosztalgia trollizás, akkor kialakult helyzettel kapcsolatban, az én látószögemből, hogy
egy azt kell mondjam, hogy tényleg sajnos, hozzáteszem, egy alapvetően botrányos, kimenetelű nosztalgiázás volt ez, illetve nem is mondanám nosztalgiázásnak, egy brancs, egy ilyen közösség, egy ilyen, vagy én nem is tudom, mik ők, egy ilyen haveri kör, összeverbúválódott azon a járművön, és egész egyszerűen ott játszották a kis királyt, akik mindent megtehetnek, mert az ismerősnek az ismerőseinek az ismerőse, vagy nem tudom én micsoda, és ugyan még hivatalos válasz nem érkezett a BKK-tól, de hát én igen, ezt bevállalom, hogy szóvá tettem hivatalos úton is, azt, ami ott történt. Úgy érzem, hogy megtehetem, mivel én azt az utat kifizettem, a felárát, 1000 forintot fizettem azért, hogy egy teljesen élvezhetetlen nosztalgia után részt vegyek, abban a hitben és abban a tulajdonképpen, hogy mondjam nektek, abban a bizadalomban, hogy majd tényleg itt lesz egy hangulatos utazás, és tényleg, mint filmet is, egy jó hangulatú filmet tudom belőle csinálni, és hát ez nem jött össze, ugye? Hát ezt most nem akarom még egyszer taglalni, hogy most pontosan mi volt a helyzet, de a lényeg az, hogy én ne haragudjatok, én tényleg megírtam, nem az, hogy szarakodnék azon az 1000 forinton, mert 1000 forinton én nem vágódok anyag, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egy nosztalgia útnak nem ilyennek kellett volna lennie. Én már nagyon sok nosztalgia úton részt vettem, itt ott, amott, tehát nem csak Budapesten, hanem vidéken is, és hát Ég is föld. Tehát ilyen nem fordult elő. De egyébként itt Budapesten is én már részt vettem sok nosztalgia utazáson, villamoson is, és ott azért ez nem fordult elő. Tehát ilyen nem volt. Úgyhogy ilyen szempontból le a kalappal a villamos szekció előtt, mert ott nincs ez. Tehát ez. Ők legalább konzekvensen betartanak szabályokat, és kész. De ez, ami volt, az a trolling, gyerekek, hát nekem, figyeljetek, most megmondom, hogy ki fog ez ellen ágálni, hogy én egyrészt tettem egy hivatalos bejelentést. Nem feljelentés, mint ahogy nekem ezt írták, ez nem feljelentés, hanem bejelentést tettem, hogy vizsgálják ki ezt az esetet, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő ebben a formájában. Vagy tiltsák meg a fotózást és a videózást. Kész. Hát akkor játszunk nyílt napokkal. Ennyi. Csak engedélye lehessen, etc. Kulturális körülmények között. Na most ugye a személyiségi joggal kapcsolatban csak az fog ilyen jellegű nehezményez, tehát ilyen jellegű problémával előjönni, személyiségi jog, meg egyebek, akinek van mit takargatnia. Jaj, de rossz itt az út, Istenem. Szóval akinek van mit takargatnia, értitek? Tehát ha valakinek tiszta a lelkiismerete, és tudja, hogy nem csinált semmi akár törvénysértőt, vagy szabálytalan dolgot, akkor az nem foglalkozik vele, hogy most személyiségjog. Hanem akkor az egyszerűen tudomásul veszi, hogy van egy videó, az kész. Ennyi. Lehet, hogy szerepel, lehet, hogy nem. Na most, illetve hát az fog még a személyiségjogokkal kapcsolatban problémázni, aki nem akar lebukni, úgymond. Hogy ő mit keresett, mit tudom én, most mondjak egy példát, mit keresett a Szijjártyi Erzsébet vasoron, mondjuk, délelőtt, valamikor, mikor neki amúgy semmi dolga nem lett volna arra akkor. Tehát az ilyen emberek fognak ezzel szarakodni.
van itt egy kis rendetlenség. Bocsánat. Azt fog a személyiségokkal szarakodni, akiknek van mit takargatnia. Nem muszáj egyet érteni velem ebbe, és lehet mondani, hogy hát ez tiszta hülye már ez a passzi, meg mit tudom én. És elment a... elment ennek az eszem, meg mit tudom én, már agyára ment a videózás, stb. Stb. Úgyhogy nem ment az agyamra a videózás, és nem szálltam el magamtól egy kicsit sem. Igen, jól láttátok, kiengedtem egy buszt. Csak ezt a többi autós társam nem veszi jó névem. Na mindegy. Szóval lényeg, a személyiségi jog természetesen, ha valaki ugye a filmezések közben azt mondja, hogy figyelj, mit tudom én, megkérdezi, hogy ez ki fog menni a netre, vagy nem fog kimenni a netre. Tehát normálisan, kultúráltan, hangsúlyozom, kultúráltan, normálisan odajön és megkérdezi, hogy náról úgy csak érdeklődik, hogy így meg úgy, és tehát, hogy nem szívesen, mit tudom én, esetleg mondjuk azt mondani, hogy nem szívesen járul hozzá ahhoz, hogy kimenjen a netre az ő arca, vagy az ő fizimiskája, akkor azt mondom, hogy oké, rendben, ezt kultúráltan megbeszéltük, és természetesen betartom a kérdését, és ezt a mágában nem lesz kitenni, hanem valahogy kimaszkolom, vagy kivágom azt a részt, és ennyi. Tehát semmi gond nincsen, csak kultúráltan, normálisan kell hozzáállni bizonyos dolgokhoz. Ezt úgy érzem, mint ember, én ezt jogosan elvárom, én is elvárom, hogy normálisan szólítsanak meg, és nem úgy, mint egy állatot. Nem kell nekem ugrani, nem kell engem fenyegetni, hogy nem, hogy valószínűleg egy sofőrről van szó egyébként, aki írhatta, mert na majd, ha az én viszonylatomon, meg az én utamon, majd így, meg úgy, meg izé majd, akkor én is teszem a feljelentéseket, meg így, meg úgy, meg amúgy. Hát nem kell engem fenyegetni. Hát azért álljunk már meg egy gondolatra tényleg. Akkor tedd meg. Hát akkor mondd azt, hogy nem volt jogszerű az, hogy kitettem a kamerát. Akkor te meg nem voltál jogszerű, hogy beleegyeztél ebbe a dologba. Én a valóságot mutattam meg, ha mondom, ha nincsen semmi takargatni valója egy adott személynek, akkor nem fog problémázni ezen, hogy személyiségi jog. De mint mondtam, ha valaki normálisan, kultúráltan megkérdezi, hogy ez hova megy, mint megy ez az anyag, stb., és hogy ez nem szívesen járulna hozzá, ha nem gond, akkor természetesen semmi probléma, akkor fogom és kivágom a dolgot, és megmondom neki, hogy nem fog kimenni, ne aggódjon, ki fogom vágni ezt a részt, nem fog látszódni benne, és akkor ennyi, megbeszéltük kultúráltan. De nem kell fenyegetőzni, teljesen feleséges dolog. Tehát az, hogy én egy jogos, tehát ha most nem lett volna nálam se kamera, se semmi, hanem egy hétköznapi kis csóringel, kis szarházi, kis utas lennék a sok közül, mert hát végülis a legtöbb napon az vagyok, egy kis senki utolsó utas vagyok, nem több. Tehát eszem ágában nincs nekem na jó, akkor természetesen, tehát én senki, tehát én egy által két köznap, én tök nyugisan utazok, engem nem sok minden érdekel, mikor utazok, egy a lényeg, A-ból B-be eljussak, ennyi. De ha most nem lett volna nálam se kamera, se egyéb, én akkor is nehezményeztem volna, és akkor is tettem volna bejelentést a BKK-nál, hogy vagy meg tudtak szervezni egy nyavajás nosztalgia utazást úgy, hogy az tényleg nosztalgia út legyen, és én tényleg érezzem azt, hogy fú, hát azért ez ilyen klassz, hogy mit tudom én, hogy egy ilyen régi járművel utazni, meg mit tudom én.
tehát át tudjam élni ezt a dolgot. De akkor is, sőt, tovább megyek, akkor lehet, hogy még vissza is kértem volna ezt az 1000 forintot, mert az ő vállalásuk nem teljesült, egyáltalán kicsit sem, mivel itt minden volt, csak nem nosztalgiázás. Tehát ez ennyi. Ezt a véleményemet természetesen vállalom, és én minden kijelentésemet és filmemet maximálisan vállalom, mert úgy érzem, hogy igazam van ebben az egészben. És hogy miért tettem bejelentést, hát most mondtam el az okokat. Nézzétek meg a N79-es Nostalgia Trollynak a filmjét csatornámon, és döntse el mindenki magában azt, hogy az tényleg nosztalgia út, vagy nem nosztalgia út, vagy csak egy baráti körnek, egy haveri körnek az öncívú ökörködése. Ennyi. Kész. Nem több, nem kevesebb. Úgyhogy erről ennyit. Erről nem is vagyok hajlandó többet beszélni, és nem vagyok hajlandó ezzel többet foglalkozni, mert nevetséges. Úgy, ahogy van. Cibbe szabba keresztük, hasonló nevetséges a dolog. Ugye, hogy itt fenyegetőzni, meg e-maileket írogatni, meg stb. Hogyan már hagyjuk ezt? Én persze én próbáltam tök normálisan hozzáállni ez a dologhoz, és megírtam neki, hogy nézze, rendben van, elfogadom a kritikáját, stb. Akkor ezt találkozzunk egy helyen, valahol, beszéljük meg, találkozunk, mindenki mondja el a búját, baját, beszéljük meg ezt az esetet, emberként, kultúráltan, mindenféle indulat nélkül. Akkor vállalja ő is saját magát, ne e-maileket írogasson nekem, én is vállalom magam, most is fenntartom ezt, hogy vállalom magam, hát akkor beszéljük meg egy találkozót, és beszéljük meg, hogy kinek mi az, ami fáj az életbe, de ennyi. Én arra is hajlandó vagyok, hogyha valaki normálisan kultúráltan megkér, vagy megkérne, miután megkapom a BKK-tól majd természetesen a hivatalos választ, azt azért megvárom, hogy mi lett ennek az eredménye, ennek a dolognak. Természetesen, ha normálisan megközelítitek ezt a problémát, tehát azok, akik érintettek ebben, hajlandó vagyok természetesen akár el is távolítani azt a filmet, mert úgysem értékelhető, úgysem nevezném jónak, sajnos messze nem jó. Tehát ez már egy megint más kérdés. Tehát én még erre is hajlandó lennék, hogy levegyem azt a filmet, és kész, felejtsük el. De kénytelen voltam sajnos bejelentést tenni, mert valóban tény, ami tény, hogy balesetet szenvedett a busz, és ezáltal tulajdonképpen az utasok is veszélynek voltak kitéve. Most mit lehet ezen fütogtatni? Miért kell ezt fütogtatni egyáltalán, hogy ez tényleg így van, vagy meg nem így van? Ha ott minden profin zajlott volna, akkor nem történt volna meg ez az eset. Ez ennyi. Úgyhogy erről tényleg nem akarok többet beszélni. Egyszerűen ennyi, kész. Én nagyon sajnálom, hogy így alakult. Én sem így szerettem volna ezt a filmet elkészíteni. Úgyhogy... Egyébként a vitás esetek elkerülése érdekében a csatornámon változtatásokat kívánok eszközölni a jövőben. Ami lehet, hogy macerásabb, és lehet, hogy némiképp még jobban meg fogja ritkítani a filmjeimet olyan szempontból, hogy hát meg kell várnom a hivatalos választ, de én csak szólok, hogy én írtam e-mailt a BKV-nak, forgatási engedélyt kértem, most nem mondom, hogy melyik viszonylatokra, mert előre most itt nem fogok semmit sem mondani. Amennyiben ők engedélyezik, akkor természetesen nekirendülök. Jövő hétre kértem ezt a forgatási engedélyt, úgyhogy tehát
például ez is egy változás, hogy vannak a dolgok, ami ez nem kell, ami az úgy érzem, hogy tényleg tök hülyeség lenne, hogy forgatási engedélyeket kérni, hát tulajdonképpen turista videók ezek, tehát igazából ilyen városbemutató turista videókról van szó lényegében. Engem nem érdekel, hogy ki a sofőr, meg mi a sofőr, meg így meg úgy, nem érdekelnek az utasok, de kénytelen kelletlen, sajnos az utastérből vagyok kénytelen filmezni, hát ez van. Nekem se tetszik ez, hogy így van, és valóban én úgy érzem, hogy ez ront a filmjeim színvonalán, hogy ott a többi izzadságszagú, igénytelen baromarcúnak kell elviseljem a hebjeit, meg a tuskó viselkedését. Igen, és sajnos sokan brutál primitíven tudnak viselkedni. De mindegy, nem érdekel, tehát oké. Úgyhogy szeretném ezt a jövőben kicsit átgondolni. Mondjuk így, hogy többségében inkább arról van szó, hogy a filmjeimet szeretném átgondolni kicsit, hogy mi merre, meg hogyan. Merre haladjon tovább ez a csatorna. Műszaki változtatásokat is szeretnék eszközölni, de ennek a pontos idejét, meg mi volt át, még nem tudom megmondani. A hangminőséget mindenképpen javítani kell. Ugye ez a széles látószögű kamera, ez nem minden esetben jó. Nem adja vissza tök jó azt a feelinget, amit én igazából is szeretnék átadni. Úgyhogy ezen is változtatni szeretnék. Nem akarom eldobni ezt a technológiát, de azért nem mindenre jó ez a széles látószögű kamera. Úgyhogy én nem fogok itt ilyen félmilliós DSLR kamerákra beruházni, meg mit tudom én. Úgyhogy hát most az az elképzelésem, nem csak nekem, hanem mások is így csinálják, mint megtudtam egyébként, hogy mobiltelefonnal csinálni a filmeket. Na most hát ehhez ugye szükségem lesz először egy olyan mobilra, ami képes ilyesmire. Tehát ugye azért egy normális színvonalú, normális minőségű kamerát a mobil tudjak szerezni. Nem megfizethetetlenül drágát. Tehát hát változás, szóval muszáj átgondolom egy kicsit a dolgokat, így akár lehetőség nyílik egy olyan dologra is, hogy két kameraállásos dolog. De hát ez még a jövő zenéje, nem akarom itt előre, mondom, a poénokat elrövöldözni, de hát át kell gondolni a dolgokat, mert így ebben a formájában a csatorna nem lehet életképes túl sokáig, hogyha ezzel a metódussal folytatom a dolgot. Na, szóval igazából most így hirtelen ez jutott nekem egy eszembe, és a lényeg, hogy változtatásokat szeretnék eszközölni, de ezennek a pontos idejét, meg az, hogy most hogyan, meg miként, még nem tudom. De hát most egy elég zűrös időszak van egyébként amúgy is az életünkben, úgyhogy most amúgy is sajnos azt kell mondjam, hogy elég nehézkesen jutottam csak el forgatásra. Úgyhogy igen, én így el szoktam engedni néha embereket, vagy tudom én, tehát na, szóval a lényeg az, most kacok, hogy nem adom fel a dolgot, illetve igyekszem nem feladni ezt az egészet, csak átgondolom egy kicsit, hogy hogyan is legyen, miként is legyen, stb. Ha minden igaz, akkor most kicsit lemossuk az autót, ha működik a mosó. Ez a kézi mosó, ide beállok szépen. Énni.
És akkor hát így ennyi lett volna ma reggel így emlékedés így a kocsiban. Ablak fölhúz, motor leáll. És akkor kicsit megfürdetjük az autót kívülről, már eléggé retkes szerencsétlen. Na szóval a lényeg az, hogy nem akarom tovább szaporítani a szót, változtatásokat fogok eszközölni a csatornámon, de hogy ez most pontosan miben is fog megnyilvánulni, egész pontosan, ez 100%-os pontossággal még nem tudom megmondani, ez még a jövő. Úgyhogy egyelőre így ennyit erről. Hát nem is a szerzői jog, hanem a személyiség jog, meg egyebek. Hát ez meg gyerekek, ez amit elmondtam nekem, ez a véleményem ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezt nem szeretném itt még órákig taglalni. Akinek nincs mit takargatnia, az nem fog ezen problémázni. Röviden és tömören ennyi a mondandóm ezzel kapcsolatban. Na, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna. Remélem hamarosan találkozunk más formában is, úgyhogy tartsatok velem továbbiakban is. Sziasztok, hello!